felhúzzák a téka népművészeti tábor zászlaját a harangodi domtetőre 2016. júliusában. Ez egy hagyományos, elmaradhatatlan pillanata a rendezvénynek, minden évben sor kerül rá a tábor megnyitó ünnepségén. A zászló 2017-ben is előkerül majd. A szervezők elmondták, idén is megrendezik a tábort Nagykáló harangodon immár 33. alkalommal. A Téka Népművészeti Táborba mindazokat várják, akik szeretnének egy hetet nomád körülmények között a Kárpát-medencei népművészettel ismerkedve eltölteni. Hála Istennek idén 33. alkalommal kerül megrendezésre a Téka Népművészeti Tábor. Július 22-től 30-áig várjuk nagykáló harangodra mindazokat, akik szeretnének kikapcsolódni, illetve aktívan tölteni ezt a bő egy hetet a harangodon, önfeletten, nomád körülmények között, a természet szépségei között. És nagy öröm számunkra, hogy ritka az ilyen év, de már most tudjuk, hogy két pályázatunk is nyert a téka népművészeti táborra. A Nemzeti Kulturális Alap két kollégiuma is arra érdemesnek találta a téka népművészeti tábort, hogy támogassa megvalósulását. Úgyhogy ez nagyon szép eredmények számít, illetve kedvező kilátásokkal kecsegtet minket és azt gondolom, hogy így biztosan, hogy nem lesznek anyagi korlátai annak, hogy idén is megrendezése kerüljön a téka népművészeti tábor ugyanolyan színvonalon, mint az az elmúlt években is történhetett. Az egy hétig tartó táborban a kézműves foglalkozások között idén is helyet kap majd többek között a gyöngyfűzés, az agyagozás, a szövés, a csuhézás, a nemezelés, a kovácsmesterség, a kosárfonás, a gyékényezés, a fafaragás és a csípkeverés is. Ezen kívül a nagy sikerre való tekintettel a tavalyi évben újdonságként bevezetett beregi keresztemes himzés újra megtalálható lesz a foglalkozások között. A Téka Táborban emellett 2017-ben is szakavatott oktatók tanítják majd a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt a Kárpát-medence néptáncaira. Még nagy öröm számomra is a notorikus tékatábor lakók, vagy a nagykárúból kilátogató vendégeknek ez nagyon jó hír szerintem is örülni fognak neki, hogy egy-két év kihagyásával Balsi Csaba, aki a Moldvai Táncházat szokta vezetni, az idén is vezetni fogja a Moldvai Táncházat, úgyhogy hál' Istennek nem tud nélkülünk megvenni egy-két évnél tovább, ennek nagyon örülünk, hiszen ez is egy visszajelzés számunkra, hogy azok a táncoktatók, akik itt hosszú éveket töltött, nem szeretnék, hogy a gyerekeik kimaradjanak ebből a, a csodálatos élményből, és őt is ez vonzza inkább, azt, hogy a gyerekeinek szeretném megmutatni ezt a kis világot, amit itt a Harangodon egy hét körül vesz. 2016-ban volt olyan nap, amikor több mint 1200 ember látogatott el a Téka Népművészeti Tábor területére. A rendezvényre minden évben az ország, sőt a világ minden részéről érkeznek táborozók. Például az Egyesült Államokból és Svájcból is. Több családnál már generációkon átívelő hagyományá vált a részvétel. Minden évben elmondom, és ez nem csak a szavak, hanem ezek tények és valós adatok, hogy olyan emberek járnak ide, akik itt töltötték 10-20 éves fiatalságukat, és már most, mint nagymamák, nagypapák hozzák el az unokáikat, és nagyon remélem, hogy az unokáik is el fogják majd hozni a, a gyerekeiket és azok gyerekeit is, és ez a téka tábor, téka népművészeti tábor több évtizedet fog még megélni, és minket is túl fog élni, hiszen ez nagy számnak számít Itt országhatáron belül is, hogy egy ilyen összművészeti tábor ilyen sok évtizeden keresztül és megszakítások nélkül fent tartja magát, és még mindig fent marad, és van érdeklődő rá. 2017-ben is várja tehát a népművészet szerelmeseit, Nagykáló Harangodon a Ték a Népművészeti Tábor.